A friss adatok szerint 6000 milliárd forint készpénz van az embereknél Magyarországon, háromszor annyi, mint 2010-ben. Te drága készpénz, avagy egy bankjegy útja. Mi történik a készpénzzel, miután fizettél vele? Minden, amit nem tudtál a készpénzről, a drága fizetőeszközről. Reggel ott hagysz 2500 forintot a közértben. A pénztárcádból a kasszába vándorolnak a bankjegyek, majd visszaadják valakinek, aki megint fizet vele. Hány kézben fordul meg a pénz egy nap alatt? Estére, vagy valakinek a tárcájában pihen, vagy egy vállalkozó megszámolja a napi bevétel részeként. A napközben összegyűlt pénz a legtöbb esetben a bankban, onnan pedig egy pénzszállító vállalkozás őrzött raktárába kerül. Tudtad, hogy minden bankfiókban korlátozzák, mennyi pénz maradhatott éjszakára? Ezért a bankok, boltok és a pénztárak között rendszeres járatokkal fuvarozzák a készpénzt. A készpénzlogisztikai központokban több 10 millióba kerülő gépekkel vizsgálják és válogatják, mielőtt reggel újra egy pénzszállítóba kerül. Egy ilyen autó 20-30 millió forintba kerül, a pénzt három magasan képzett biztonsági őr kíséri. Ez mind rengetegbe kerül. És ki fizeti? Edzők, boltosok, szerelők, kozmetikusok, vagy éppen a bankok és nagyáruházak. A bankjegyek körforgása mindaddig tart, amíg használhatatlanná nem válnak, vagy amíg valaki el nem dugja a párnacihában, vagy el nem hagyja egy kietlen helyen. A készpénz rendkívül drága. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a kezelése a teljes magyar GDP 1%-át is megközelíti. A 10 milliós Magyarországon mintegy 100 milliárd készpénzes tranzakció történik évente.